Remélem, a barátnőd még sokáig nem jön vissza. Persze nem akarom, hogy valami baj lehessen, vagy ilyesmi, csak szerintem te is észrevetted, hogy mi ketten milyen jól vibe-olunk. Mennyi időbe telt összeállítani a darabot? Hát ez igazából egy évbe. Először improkkal kezdtünk, és utána forrott ki igazából a szövegkönyv. Közösen írtuk úgy, hogy nem ment nehezen, de első és második szemeszterben is végig gyakorlatilag ezzel foglalkoztunk, amelyik össze nem állt. Honnan jött az ötlet a darabhoz? Hát tavaly megkaptuk a zsűritől, hogy kicsit távol áll tőlünk az a darab, amit előadtunk, úgyhogy idén úgy gondoltuk, hogy hát akkor most pont az ellenkezőjét fogjuk csinálni, és írunk egy darabot magunkról. A szereplő kiválasztásánál mire figyeltetek oda? Hát igyekeztünk odafigyelni arra, hogy olyan szereplők legyenek akár főszerepben, akik tavaly nem voltak, illetve hogy mindenkinek jusson elég szerep és elég szöveg. Mennyire volt bonyolult összeállítani ezt a darabot? Mennyi időbe telt? Hát tavaly már ezzel lett egy kis tapasztalatunk, úgyhogy idén könnyebben ment, de én azt mondanám, hogy nekünk ez egy fél év, és még szívesen dolgoztunk volna rajta, de hát sürgetett az idő, úgyhogy ez lett a végeredmény. A szereplők számára mi volt a legnehezebb? Hát szerintem az, hogy megtanulják a szöveget, de biztos, hogy voltak pár olyanok, akik annyira nem rutinosak a színpadon, tehát az egészet betanulni, hogy hova menni, mikor, mit mondani, szerintem ezek. Mik a terveitek a jövőre nézve? Hát mi szeretnénk ezt jövőre is folytatni, és újabb darabokat hozni, egészen addig, amíg lehet. Az én tervem az lenne, hogy amint lehet, ez az egész színjátszó társulat önvezető legyen, és ne nekem kelljen így intézni és működjön nélkülem is, de ameddig tudunk, addig szeretnénk fölépni a Jókai Napokon, illetve máshol is, hogyha szívesen látnak minket.